Egyre népszerűbbek lettek az utóbbi időben az úgynevezett városlátogatások. Hazánkban is sokan indulnak útnak, hogy egy-két napot eltöltsenek valamelyik közeli, kedvelt városban. Az egyik legfelkapottabb úti cél a csefőváros, Prága. A város hangulata azonnal magával ragadja az érkezőt. Ha a szállást foglalunk, célszerű a belvároshoz közeli helyen megszállnunk, így el is felejthetjük az autót az ott létünk alatt. Az összes híres látnivaló gyalogos távolságra van, de azért biztos, ami biztos, kényelmes cipővel készüljünk. Semmiképpen nem hagyhatjuk ki a híres Károly hidat, a Kisoldalt és az Óvárost összekötő híd a város egyik jelképe lett. Mindenképpen szálljunk rá hosszabb időt, hogy az összes szobrot meg tudjuk nézni, majd hallgassuk meg az utcazenészek előadását. A hídról nézve láthatjuk, hogy a prágaiak mennyivel jobban kihasználják a folyó adta lehetőségeket, mint mi a Dunát Budapestnél. Esténként megtelik élettel nem csak a part, hanem a víz is. Csónakok és vízibiciklik hada lepi el a folyót, aki pedig nem akar evezni, felszállhat valamelyik nagy sétahajóra. Ha a városi sétáink alkalmával nyitott szemmel járunk, több helyen is találkozhatunk a népszerű cseh szobrász Dávid Csernyi alkotásaival. Az óriás babák, vagy éppen a pisilő férfi alak első látásra furcsának tűnhet, azonban a prágaiak már a város részének tekintik. A művész legmonumentálisabb alkotása a Franz Kafka fejét ábrázoló szobor, mely egy bevásárlóközpont hátsó udvarán takarásban áll, így figyelnünk kell, nehogy elmenjünk mellette. Prágában mindig történik valami. Így esett, hogy óvárosi sétánk alkalmával magyar fiatalokba botlottunk, akik a Lajta mellől érkeztek egy néptánc bemutatóra. Természetesen kihagyhatatlan célpont a prágai vár és a Hradzsinban magasodó Szent Vitus székesegyház. A várhoz, mivel nagyon komoly biztonsági átvizsgálás van, érdemes kora reggel vagy késő délután érkezni. Így elkerülhetjük a tömeget és a kínai turisták hadát, akikkel egyébként az egész város teli van. A belépőkre ne sajnáljuk a pénzt, hiszen sok csodát csak itt tudunk megnézni. Semmiképpen ne hagyjuk ki az Arany utcácskát sem a várban, örök élmény maradt nekünk is. Igaz, hogy hamar elszáll a látogatásra szánt néhány nap, azonban megnyugtató a tudat, hogy pár órás autózással ide bármikor újra el tudunk jönni. És el is fogunk, hiszen Prága minket is, mint olyan sokakat rabulejtett szépségével, barátságos légkörével és történelmi hangulatával.